Dicsértessék a Jézus Krisztusnak. Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket, én Szőnyi Kinga vagyok, a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének az elnöke és a miniszterelnöki iroda munkatársa. Hozzátartoznak az olyan kiemelt társadalmi ügyek, mint például a családok megsegítése, a szegények, a rászorulók gondjaira a kistápolása. Nem tesszük ezt másképp az Asszony Szövetségben sem, hiszen fő küldetésünk, mint Kárpát-medencei erdő szervezet, pontosan ez. Nagy öröm számomra, hogy ma én lehetek az a kiválasztott, aki ezen a csodálatos délutánon, estén végigvezethetem Önöket azon a küldetésen, amelyen elindultunk néhány hónappal ezelőtt. De először engedjék meg, hogy nagy tisztelettel köszöntsem körünkben professzor dr. Kester Miklós urat és kedves feleségét, az Emberi Erőforrások Minisztériumát. Petneházi Attila urat, miniszteri biztost, az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Hiszen majd fogok beszélni arról, hogy amikor elindult és szárba szökkent ez a gondolat, akkor milyen segítséget is kaptunk Attilától a szervezésben. Külön köszöntöm Pál Cecíliát, a Révai Szent Ferenc itteni helyi vezetőjét, a Szent Ferenc Alapítvány helyi vezetőjét, aki hamarosan majd néhány gondolatot is megoszt Önökkel. Tamás Péter urat. Néhány hónappal ezelőtt Sátár Mónikával egy beszélgetés alatt rájöttünk arra, hogy nekünk nőknek milyen komoly feladatunk van. A művésznő akkor úgy gondolta, hogy Mária evangéliumával tudnánk mi Erdély országban egy olyan kezdeményezést elindítani, amelyben bemutathatják a művészek, hogy képesek a szívet, lelket megnyitni és adományt gyűjteni azoknak a szegény gyermekeknek a javára, akiknek ma át is fogjuk adni ezen a nagyon szép, ötállomásos körúton összegyűjt adományt. Azért gondoltam, hogy ezt megosztom Önökkel, hiszen ez egy igazi civil kezdeményezés. Művésznő tagja az Asszony Szövetségnek, kulturális tagozatunk vezetője, és azonnal nyitott fülekre talált gondolata, és ekkor fordultunk, ahogy említettem már, Petneházi Attilához, aki miniszter úrhoz fordult segítségért, és így sikerült egy óriási támogatással, a magyar kormány támogatásával megvalósítanunk ezt az öt állomásos zarándokutat, amelynek köszönhetően itt ma az ötödik stáció alkalmával átadhatjuk, mondhatom nyugodtan, Kárpát-medence adományát a Révai Szent Ferenc Alapítvány árvának a nyelvára. Szakmán németiben kezdtünk, Nagyvárad következett, majd Temesvár, tegnap pedig Csíksomjón a plébánia templomban, ma pedig itt Déván. Nem árulok el nagy titkot, amikor azt mondom, hogy Tolcsai László olyan meghatott volt a tegnapi előadás után, hogy azt mondta, hogy 24-ban hány éve várt arra, hogy eljusson a Mária Evangéliuma ide Székelyföldre, pontosabban tegnap Csíksomjóra. Azt gondolom, hogy Önöknek is óriási élmény lesz az, amit ma itt a művészektől fogunk hallani, és engedjék meg, hogy csak nagyon röviden
megköszönjem a Nívót produkciónak, akik ezt a programot összeállították, megköszönjem a Nyíregyházi Tália Alapítványnak, hogy segítette a szervezésben, a lebonyolításban, és megköszönjem a Magyar Asszonyok Érdekszövetségének azon munkatársainak és a munkáját, akiknek köszönhetően most itt állok, és a dicsőség rám világít, pedig nem engem illet a dicsőség. És azt gondolom, hogy a küldetésünk, amelyet most mi itt úgy gondolom, hogy beteljesíthettünk, Oszlén Zoltán atyát idézve, Isten nélkül nem lehetett, nem jöhetett volna létre. Istennel, Istenben, Isten által. Nagy szeretettel szeretném most felkérni akkor Cecília asszony, hogy ossza meg gondolatait az egyre győzettel. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm miniszter urat, kedves feleségét, miniszter biztos urat, kedves meghívottakat, művészeket, és mindenkit, aki jelen van. Én június 4-én tudtam meg a Nemzeti Összetartozás napján, hogy 10-én a Mária Evangéliuma rockoperát itt fogják játszani. Igaz, hogy hamarabb lett hirdetve, de azt hiszem, hogy ez egy jel. Ez egy jel azért is, hogy együtt a magyarországi és az erdélyi magyarokkal együtt ünnepeljünk. A zene nyelve az a nyelv, amit mindenki megért. Így gondolom, hogy gyerekeink is megértik a zene nyelvét, és könnyebben megértik, hogy amikor a trianoni szerződést aláírták, és mi kívül regettünk a határokon, akkor csak magyarok maradtunk. Tehát egyek vagyunk. Ugyanazok a magyarok. És ez a legszebb, amit tehetünk, hogy mi együtt, mi így ünnepelhetünk. Ezért köszönettel tartozunk Magyarország kormányának. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, professzor dr. Kásler Miklós, Emberi Erőforrások Minisztere. Ettenházi Attila, magyar-magyar kulturális kapcsolatokért felelős miniszteri biztos. Tolcsvai László, Müller Péter Sziámi, Mária Evangéliuma című előadás előadó művészei. Tolcsvai László, Erkel Ferenc Díaz zeneszerző, énekes. Sáfár Mónika, Jászai Mari Díjas színművész. Sasvári Sándor, Jászai Mari Díjas színművész. Homonnai Zsolt színművész, énekes, aki Szatmárnémetiben, Nagyváradon és Temesváron vett részt az előadásokban. A Pannonia Szakra vegyes kar tagjai. A Magyar Asszonyok Érdekszövetsége. Szőnyi Kinga elnökasszony. A Nivot produkció, aki az előadást létrehozta. Sáfár Mónika. A Szatmárnémeti Református Láncos templom, a Nagyváradi Barátok temploma, a Temesvári Millenniumi templom, a Csíksomlyói Szent Péter és Szent Pál templom, a Dévai Ferences templom gyülekezete és lelkipásztorai munkáinkkal, adományainkkal. És most visszaadnám a szót Szőnyi Kingának. Mielőtt meghallgathatjuk a Mária Evangéliuma csodálatos művet, annyit hadd mondjak még el, hogy nagy megtiszteltetés érte kezdeményezésünket, amikor a főgyűlöki feladatokat Herceg Anita asszony, köztársasági elnök úr felesége vállalta. Neki innen a távolból is szeretnék megköszönni azt a munkát, amelyet végzett, és hogy most itt önök elé tárhatjuk a Mária Evangéliumát.
jól mind a kivettel. Rothadt gyors éjjel a testre, a kezét emelkedik a mennyei mesterre. Pusztuljon fogvadd a rettentő mélyét, csímban veszel el, kínok közt éjjel és a sárkán. Táncoljon a hátán. Pusztuljon mind, veszem csak mind. Jöjjön el a hosszú napja, lehet csak átkozott mind, amit keresztre adta, többé te legrább a mocskán, a bűcsőt botlának jutva. Csimban veszel el, mint örömmön holnapjára váljon, kérem ki váljon.
Látom az ifjú Máriát, mezítláb szalad bőrét. Látom, hogy talpai, mint a fűszálakban az élet szikráját magukhoz hozzá. Látom, hogy csirít el templom szüzeivel. Dalom, imádkozik, örvend, változik. Betöltötte lényéhez a változás. Nem tudta, mire vár, csak tudta, hogy szeret. Nem tudta, kire vár, csak tudta, hogy szeretes. Kire vár? Istenben, irány, magában, timbózol magába az ölelő csöndben, vagy a csöndes imád, csöndes önmagába fogalom a irányba. Odaadta mindenét, minden ölelését, minden vágyát, érzését, az imád. Szeren, ki lehet,
akkor illottál nekem, megviszott hóbből csak, akiben sohasem csaptam mi. Hogy most születik meg a régvár messiás, akit imádni fogik, na kit hát a mi? Mert lesz néhány tudja, hogy egy kis széken csinál, még elmondja neki, hogy az Úristen küldte. Woo!
égni a gyermek sorsa már, szörnyű szereplés ártatlanban ott kín halál.
hiába, nincs jó ember egy se, nincsen jó Anyja mellé szúr,
Thank you.
Szólni kívánok.
megállt előtte, és a tekintetét kereste. Köszönöm, Jézus, valamit tettem a semmi.
elég egy földi ember, leszünk pedig úgy tudottan, mint az Isten. Testvéreim, ti azt mondjátok, boldognak már, mert boldognak akarjátok látni, hogy ne kelljen emlékeznetek a bűnre, amely boldogtalanná tettet. Ó, nem, testvéreim, Mária nem boldog. Félt az emberektől, sírtva a fiára gondolt. Köntösből talán kimoshatod a vért, de nem rejti semmi a lélek. Ezt láttam, akárszor Máriára néztem. Nem lehet ő örömet már a földi létben, ezt láttam, mikor rá néztem. Magamhoz vettem őt, bújtattam, veszélyben éltem attól fogva. S mindig, mikor hazatértem, várt rám a láz előtt. Ám egy napon nem jött ki elébe. Felléptem és láttam, ott áll útra készen, kimosva, fésülve, tisztaság.
A jó Isten szeretete azok felé, az emberek felé,
akik valóban rászorultak, akiknek nincs családja, nincs édesanyja, de van nekik boldogságos szűzanyájuk, aki nem csak az embereknek, nem csak a gyermekeknek, hanem az országnak is nem csak a patronája, hanem a réginája, a királynője. Minden az ő birtoka, 1000 év óta a Kárpát-medence területei, földjei és az itt lakó emberek mind. Ő mindig velünk volt, sanyargattatásaink idején, küzdelmeink idején, amikor vérrel, életekkel áldoztunk ezért a nemzetért és ezért a földért. Cecília asszony említette a trianoni szerződést. Én ilyenről nem tudok. Diktátumról hallottam. Egy olyan tárgyalás sorozatról, ami hasonló volt Krisztus peréhez, amikor a vádlott nem védekezhetett, nem kapott szót, előre kimondták az ítéletet, amiről később keresztény nagyúr mögötte 1000 évvel azt mondta, hogy nem szó szerint idézem, alá kellett írnunk az öngyilkossági kísérletet, hogy végképp meg ne öljenek. De akkor is ott volt Mária, és a trianoni diktátum után is életben maradt az ország, a hitéből, a hagyományaiból támaszkodott, brutális fizikai és szellemi választ adott, virágzott a kultúra az 1000 éves ország minden területén, megjelentek az első Nobel-díjasai, olimpiai harmadik helyezettek voltak, világbajnoki második helyezettek, megjelent Kodály, Doktmányi, Bartók, és folytathatnám a sort. Ők nevelték azt a generációt, amelyik a kommunizmus évtizedei alatt is fenntartották, még ha búvópatak szerűen is, az 1000 éves szellemiséget. Ha nem lenne szeretet, nem épült volna fel ez a kultúra, nem így alakult volna a történelmünk, a szeretetre épült fel a szolidaritás, az elesettek, a gyengék támogatása, az elesettek felemelése, akkor ha nem lett volna Krisztus, nem lett volna a boldogságos Mária, nem lett volna Szent Ferenc, nem lett volna a Ferences, nem lett volna Bőte Csaba, elkallottak volna Árva gyermekeink testükben is és lelkükben is. És ha nem lenne szeretet, nem született volna meg ez a csodálatos zene, és nem lennénk ma itt, hogy segítsünk abba, amiben ezt megtehetjük. Én nagyon szépen köszönöm mindenek előtt Csaba atyának azt, hogy szinte egyetlenként abban az időben megpróbálta a szinte lehetetlen. És nagyon köszönöm a művészeknek ezt a csodálatos zenét, amely valóban életük talán legihletettebb pillanata volt. Pax et uno.
Köszönöm ezeket a csodálatos perceket, hogy segítenek bennünket itt a szolgálatban megmaradni, igen mondani az Istennek. Hát úgy gondolom, hogy a legfontosabb dolog az, hogy merjünk igen mondani az Isten hívására, a szüzenetekkel. Nem tudtam, mire mond igent, az ő se tanulta, Isten gyártás kisipari módszerei, és mégis mert az angyalnak igen mondani. Nem tudtam, mire mond igent. Elindult. Ott van a gazdag ifjú, hát Jézus neki is feldobott egy magas labdát, de ő nem merte elhúzni, nem mert igen mondani. Jézus szomorúan néz utána. Mária nem csak egyszer mondott igen, ma ugye Máriát, mint az egyház anyját ünnepli. Nagy pénteken is igen mondott a Szuzanna. Hát mondjuk azt, hogy még ott Názáretben 16-17 évesen igen mondani az Istennek, hát hogy mondja a naívul egyszerűen egy dolog, de nagy pénteken. Én már ott egy fiam. És Mária igen mond. Az apostolokra arra is, amelyik talán elárult az ő fiát, meg megtagadta, nem erősít az ő gyermek, aki nem ment el a temetésére, nem segített Simon mellett keresztet hordozni. Összegyűjti őket Jeruzsálembe, ott az emeleti teremben, és együtt imádkozik. Szeretem magam elé képzelni ezt az élet asszonyt, nagypéntek, nagy hét szenvedésének, kínjainak a hordozóját, hogy összegyűjti ebédet, vacsorát főz, na, és imádkozzunk, fiam megígérte, biztos lesz ebből valaki. Bízzatok benne. És szeretem magam elé képzelni ezt az igen mondó Máriát, hogy ott áll és nézi Szent Péter, hogy fia szavait hömbölgeti, prédikál, több ezer embert megkeresztelnek, elindul. Igen. Pünköskor született az egyház. Eljutottam a tavaly Szíriában, Aleppo, Damaszkusz mellett megálltam Homszba is, a magyar kormány több házat Istennek legyen hála. Próbált segíteni, újraépíteni, elmentünk a helybeli katolikus püspök úrhoz, és elmondta, hogy több mint 1000 vértanúja van Homsznak, de a 2 milliós nagyvárosnak, aminek 70%-át Róma a földdel egyenlővé tette az alatt tavasz. És amint számomra nagy megdöbbenet volt, levitt a Székesegyház altemplomába, és elmondta, hogy ezt az ottani templomot 32-ben építette egy Szilvánusz nevű férfi, aki ezt a püspök is lett, Homs város első püspöke, és akit az első pünkösd napján keresztelt meg Szent Péter maga. Döbbenetes. Tehát, hogy Mária igényéből minden született. Én nagyon szépen köszönöm, hogy igen mondtak, arra is, hogy megírták, megszerkesztették, előadták ezt a remek művet. De külön köszönöm a miniszter úrnak is, hogy felkérésre. Hát ugye, mint fiatal orvos érezte magában a hivatást, arra is, és aztán később is, a miniszterségre is igen mondott. Azt gondolom, hogy az önök igene segít bennünket is, hogy igen mondjuk a megmaradásra, hát a tanulásra, az érettségre, ugye, nagyon éppen most ilyen típusú gondjai vannak. Köszönjük szépen, hogy itt voltak, itt vannak, velünk vannak, és itt kis szolgálunkra is számíthatunk. Önökre. Adja az Úr, hogy tényleg mindannyian együtt közösen egy nagy igen tudjunk mondani Isten szeretetére, megmaradásra, boldogságos Szuzanyánk tiszteletére. Talán egy szép imával zárhatnánk ezt a mai életünket itt a templomban. Jóságos Istenünk, sokszor olyan kicsit gyengék vagyunk, előttünk áll a boldogságos Szűz anyám, aki úgy
és újból igen tudott mondani te szent akaratodra. Add meg nekünk Mária hitét, hogy bízni tudjunk benned, Teremtő Istenünkbe. Akkor is, amikor látszólag erőnkön felül feladatokat bízol ránk, vezess Mária hitével, a szeretetével, és engedd meg Mária gyermekeként megtapasztalni, hogy Mária gyermeke soha nem leszel. Most segíts meg Mária, Köszönöm szépen!